Azt szokták mondani, hogy az evészavarok ugyanúgy, mint az alkoholizmus, a kontroll zavarnak a megtestesítői. Az anorexiások túl kontrolláltak, nagyon keményen tudják tartani a alacsony testsúlyukat, és ellenállnak az evésnek. A bulimiások tartják a kontrollt egy darabig, aztán elszakad a cérna, és akkor belekerülnek egy ilyen túlevéses rohamba, és az alkoholisták hasonlóképpen egy darabig bírják, aztán meg nem. Köszöntünk kedves hallgató, kedves néző, itt a Függőség Podcastban, én Kovács András Péter vagyok, állandó műsorvezető társam, beszélgető társam Dés Enikő most is itt ül mellettem, Hoffmann Kata, szakpszichológus, klinikai szakpszichológus, aki a mi Vergiliusunk a Függőségek Alvilágában, sajnos ma nem tud velünk tartani, úgyhogy mi ketten teljesen laikus aggyal és szemmel és naív kérdésekkel köszöntjük itt a podcast stúdiónkban Túri Ferenc, pszichiáter, pszichológus, pszichoterapeutát, tehát ő az, aki minden pszivel kezdődő képesítést megszerzett. Ő a Semmelweis Magatartás Tudományi Intézetben oktat jelenleg is. Ha jól tudom, dolgozott a Debreceni Kórházban és a Miskolci Kórházban, a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Magyar Hipnózis Egyesület volt elnöke, több mint 350 publikáció szerzője, köztük 11 könyvé is. És ezeknek egy része az evészavarról szól, és hát meg kell mondjam, hogy én ezeket az evészavarról szóló könyveket kajáltam. És akkor itt indít el a beszélgetést, hogy ugye, hogy mennyi mindenre használjuk átvitt értelemben az evést, vagy az evéssel kapcsolatos kifejezéseket, hogy velem ezt nem eteted meg, ha valami hazugságot próbálsz beadni, ízlelgesd az igazságot, vagy nem tudom én, faltam a könyvet, amit az előbb is mondtam, torkig vagyok veled. Vagy ha tovább megyünk, le tudom enyelni, vagy igen, ezt nem, igen, tudom, nem tudom lenyelni. Nem tudom megemészteni. Igen. Miért ennyire fontos az evés? És ez a magyar nyelvből is kiderül, sőt, külföldi nyelvekben is vannak hasonló példák, hogy az evést átvitt értelemben, lelki értelemben is használjuk, és az agy befogadása és a gyomor befogadása között nyelvileg már régóta kapcsolat van, és most kezdünk rájönni, hogy a pszichológiában is milyen szoros ez a kapcsolat. Miért ennyire fontos a pszichének az evés? Alapvető élet ösztönünkről van szó, a létfenntartásnak az eszközéről, az evés kell a mindennapi túléléshez. Tehát természetes, hogy nagyon sok érzelmi dologgal összefüggött, összekapaszkodott. Az evésnek szerepe lehet például a szeretet kifejezésében. Azt, hogy az édesanyja eteti a gyerekét és finomakat csinál neki, ez alapvetően kifejezi azt, hogy a szeretet kifejezését jelenti. Ugyanakkor a családban az evésnek és az ételeknek megvan a maguk érzelmi jelentése, és például a dacnak a kifejezése, hogy hagyjál békén, nem kell a spenót. Igen, és nem vagyok éhes. Igen, tehát a dacnak, a visszautasításnak az egyik terepe. Azon kívül az evés és az etetés az a nevelésnek is egy kitüntetett terepe, tehát az, hogy megtanítják a gyereket, hogy illik enni, vagy hogy illik viselkedni társaságban, vagy a nagyszülőknél, vagy akárhol. Igen, ez is érdekes, hogy a magyar ember evés közben nem beszél. Igen. Tehát, hogy van egy csomó evési etikett szabály, amit rögtön betartatnak velük már korai. És így az evés valahogy kitüntetett tereppé válik a nevelésben is. Ezért van az egyébként, hogy az evés zavarokban, amik eléggé gyakoriak, mindenki nagyon okos, mert hogy a saját nevelési attitűdjeit igyekszik átplantálni a betegek kezelésébe is, és a legkülönbözőbb dolgokat mondják, amitől persze a családok elzsibbadnak, mert nem tudják, hogy mihez tartsák magukat. De ez olyan érdekes, hogy ez már csecsemőkorban elkezdődik. Emlékszem, amikor megszületett az első gyerekünk, igen, a feleségem, és ott álltunk, hogy úristen, hát hogy kell életben tartani egy ilyen példányt, és hogy mennyi az annyi. Tehát, igen, hogy keveset szopott, sokat szopott, akkor jöttek a szülők, ugye mindkét szülőnél már bőven eltelt 30 év, hasonló, igen, emlékek óta, úgyhogy bőven
szépen megfakultak ezek az emlékek, és minden szülő máshogy emlékezett a számokról. Ó, elegetezik, ó, nem elegetezik, ó, te ennyi idős korodban, ó, te mennyit meg. Jött a védőnő, ő még jobban ráijesztett, hogy ó, ennek a duplája kell, meg adjanak hozzá egy kis ilyen hozzátáplálást, olyan hozzátáplálást, és már a legelején kétségbe voltunk esve, és tényleg érdekes ez, hogy a család már a legelején hogy próbál beleszólni, igen, és hogy próbálod a gyereket az evéssel már megjavítani, vagy elrontani, vagy nem is. És hogy a szülői aggodalom is, igen, milyen nagy az a gyerek evésével kapcsolatban. És hát nagyon erősen átviszik a szülők a saját mintáikat a gyerekbe. Tehát például azok a szülők, akiknek a szülei átérték a világháborús éhezéseket, nélkülözéseket, és egy döglött lóból kellett lehasítani egy darab húst a túléléshez, azok bizony megtanulják, hogy az evés fontos, az étel fontos, és hát volt olyan család, akivel foglalkoztam, anorexiás volt a lány, hogy az édesapja egy kitűnő orvos egyébként, amikor a felesége megkérte, hogy hozzon 5 zsemlét, vagy nem tudom, két zsemlét, mindig 10-et vitt, tehát körülbelül 5-szörös túlbiztosítással vásárolt. De ennek igaz a másik oldala is. Van egy ismerősöm, akinek az édesanyja még a határon túli akkori Nagy Magyarországon született a II. Világháborúban, ami akkor éppen már megint Magyarország volt, de aztán ugye megint elcsatolták, és onnan menekültek át a mai Magyarország területére, ő csecsemő volt, és tehát ez volt a gyerekkor, és az első élménye, hogy egy ilyen teljesen bizonytalan helyzetben menekülnek, újra megtelepednek, és ennek az ismerősömnek az állandó gyerekkori élménye, hogy a szörp az mindig híg volt, tehát az sose lehetett olyan rendes szörpízűen inni, és a rakott krumplihoz sose volt elég a tejföl, tehát hogy az is mindig ilyen félszárazott. Ez nekem is élményem, a kevés tejföl, és én azóta is úgy merem, mint hogyha levest mernék. Igen. De akkor van, hogy az, tehát, hogy van, hogy ezek az evészavarok, vagy ezek a túlevések, vagy az evési szokások, ami szokás talán még normális dolog lehet, hogy ezekből az élményekből táplálkozik. Valószínűleg ezek megalapozzák. Tehát például az a gyerek, akit túletetnek, egyszerűen azért, mert az édesanyja fél, hogyha a gyerek sír, akkor biztos éhes. És az ha valakiben az a reflex van, hogy nehogy éhezzen a gyerekem, mert túl kell élni. Tehát ez a nagyon ősi, megint a világháborús nélkülözésekre utalnék, hát az bizony keményen meghatározhatja azt, hogy eteti a gyereket. És a gyerek azért sír, mert egyszerűen sírhatnék, vagy tisztába kellene tenni, vagy egyszerűen ringatni kellene, és semmi egyéb baja nincs. Mindent etetéssel próbálnak megoldani, az megtanulja, hogy a szorongás elhárító eszköze az evés, az étel. Tehát bármilyen rossz érzése lesz, akkor az evésbe menekül később, nyilván tudattalanul, és nagyon gyakran a túlsúlyosságnak a hátterében ez a mechanizmus van. És akkor újra kellene rendezni az ételhez. Ami aztán viszont ugye kulminálódik is, mert ha gyerekkorában a többiek elkezdik cikizni a túlsúlya miatt, akkor igen, ugye mit csinál? Tovább. És akkor jön az ellenkező véglet, emlékszem egy fiúra, egyébként az első bulimiás betegem volt, egy 25 éves zenész fiú, akit az édesanyja meg a nagymamája túletetett. És hát a szülei nagyon viharos kapcsolatban voltak, sok volt a veszekedés, hát ő elett a rossz érzések, a rossz hangulatlan szorongásai miatt, és amikor 18 évesen meghízott 102 kilóra, akkor azt tapasztalta, hogy nem nagyon tetszik így a kortársaknak, a lányoknak, és aztán lefogyott 40 kilót, akkor meg túl sovány lett. Tehát ezek a ősi reflexek mégiscsak működtek benne. És érdekes egyébként, nekem 10 évesen volt egy mononukleózis infekciózám, és sose felejtem el, hogy a László kórházba bevittek, már nem tudom nálam, ilyen kiszáradásos tünetek voltak, és ott feküdtem a fertőző osztályon, ott egyedül egy ilyen kórteremben, egy számagamban, egy hétig, és a nővérek is csak itt átszántolták be a kaját, és nagyjából anyámmal is csak üvegen keresztül beszélgethettem, és amikor végre kijöttem, akkor anyámban is föltámadt ez az aggódás, és úristen, vissza kell hízlani a gyereket, újra egészséges, túlélte, és mit kérsz, kisfiam, és lett fritőzünk, amiben csak így sültek egymás után az aranybarna sülkrumplik, és akkor én meghíztam, és ilyen duci gyerek voltam, és egészen kamaszkoromig, amíg aztán ki nem nyúltam ezt a súlyt, meg el nem kezdtem sportolni. Én ilyen husi gyerek voltam, pont emiatt a szülői igen, túlféltés és túlagódás. Amit te szeretett táplál.
De, igen, egyél tehát, szentem, hogy... nekem nősz. És nőttél is, de szóval elfogadjuk. Igen. Hogyha... És hát a szeretet kifejezésében, ugye a nyelvben nagyon jó példa volt, amit András mondott az elején, hogy a nyelvben mennyire kódolva vannak ezek az evéssel, étellel, akár a testsúlyjal kapcsolatos szólások vagy üzenetek, például egyem a szívedet, igen, egyem a húsodat. Tehát az, hogy a gyereket ugye nagyon-nagyon képletesen, de megesszük, elfogyasztjuk. Endokannibalizmus. Így van, ez az endokannibalizmusnak a jelensége, hogy a törzsön belüliek elfogyasztása a legnagyobb tisztesség volt, mert részesültünk a bölcsességükből. És ami aztán meg is történik, tehát hogy tényleg a szülők hányszor telepszenek rá a gyerekre valójában lelkileg, és kontrollálják, igen, a gyereket, igen, amiből aztán fakadhatnak. Amit a gyerek nem tud lenyelni, igen, nem tud megemészteni. Igen. Igen, és akkor itt rá is kanyarodhatunk arra, ugye, hogy egyszer csak zavar támad ebben a gépezetben. Tehát egyszer csak a gyerek azt mondja, hogy nem eszem. Vagy, tehát, hogy ugye, akkor itt tegyünk rendet, mert evés zavar a mai témánk, és itt egy-két ilyen fogalom kavarog a fejekben, hogy anorexia meg bulimia, de az embereknek vagy ilyen nagyon-nagyon vékony nők, többnyire nők jelennek, igen, meg ugye a fejükben, vagy pedig nagyon-nagyon kövér nők és férfiak. És többnyire nagyon sovány fehér nők. És éppen ezért, ha étkezési zavarról hallunk, akkor rögtön mindenki egy ilyen fejlett európai betegségnek, vagy egy ilyen, igen, mai civilizációs betegségnek tartja ezt az egészet. Hogy akkor ezek közt a fogalmak között akkor tegyünk rendet, hogy mik az étkezési zavarnak a főbb fajtái. Az alapvető evészavar, egyébként az evészavar kifejezés azért szerencsésebb, mert az étkezés az inkább antropológiai fogalom, tehát a szokásokra, az illemre, stb. Vonatkozik az, hogy meg van-e terítve az asztal, és van-e ezüst étkészlet, stb. És bár elég gyakran használják. Tehát az evés a pszichológiai értelemben vett táplálék felvétel az evés, tehát az, hogy mit teszek a számba, és mennyit, és itt vége, mert az, hogy ez hogy emésztődik meg, az már belgyógyászat, tehát az már emésztés, gasztroenterológia, stb. Egyébként nyilván annak is megvannak a maga pszichés vetületei, tehát a gyomor, bélbetegségeknek, azok is lehetnek pszichoszomatikusok. Tehát az első, vagy így lehet mondani, hogy a klasszikusnak számító evészavar az anorexia, amit 1873-ban írtak le először, tehát úgy látszik, hogy ez a modern civilizációnak valamiféle vadhajtása a karcsúság ideának a jegyében. Tehát a 19. század vége felé kezdett a karcsúság valahogy megjelenni, gondoljunk a darázsderékra például. Tehát az, hogy fűzőkbe csomagolva préselték össze a nőknek a derekát. Sziszi, ugye Erzsébet királyné, aki 172 centi volt, és nem volt 50 kilónál több életében, az ő derék körfogata 50 centi volt, ez ennyi, tehát ez az 50 centi. Tehát hallod, Enikő? Hallom és látom. Abban volt összetéselve a gerinc, meg némi bőr, meg belek, és így tovább. Most, de bocsánat, de hogy, tehát, hogy ugye 1973, hogy egyrészt ugye a szépség ideál, de gondolom azért annak is köze lehetett ehhez, hogy ekkor már az ember megengedhette magának, hogy azért ne egyen, mert nem akar. Tehát, igen, nyilván korábban az volt a kérdés, hogy van-e egyáltalán elég étel. Tehát illetve akkoriban is biztos volt olyan, hogy valaki nem engedhette meg magának, tehát ez nevezhető úri huncutságnak az, hogy igen, a testsúlyommal mahinálok? Igen, 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 lehet mondani, tehát ugye a civilizációs ártalmak itt lépnek be, mert aki számára az étel a túlélés eszköze volt a szó legszorosabb értelmében, ott nem volt mese, tehát aki nem lehet meghalt is, vége. Igen, tehát egy két éves asszály után nem mondod azt kamaszként, hogy hagyjatok, visszamentem a szobámba. Amikor már lehet ezzel manipulálni, érzelmet ki lehet fejezni, és nem csak azért van az étel, hogy túléljek és kielégítsem a létfenntartási ösztönömet, akkor bizony itt belép az, hogy ezzel valamit ki lehet fejezni, ezzel lehet valamit üzenni, hogy én karcsú akarok lenni, mert demonstrálni akarom, hogy én még kelendő vagyok a leányok piacán, mert hogy nem vagyok terhes. Tehát a fűző használatnak és a derék összeszorításának ez volt az egyik üzenete, hogy demonstrálja, hogy a lányok még eladhatók a piacon. Ugyanakkor a fartáikot kiemelték nagy krinolinnal, meg abroncs szoknyával, meg akármilyen, tehát hogy a termékenység jele így volt.
Tehát már is kifejezett a kultúra, ami aztán persze a karcsúság ideában tovzódott a 20. században, és hát itt aztán mindenféle vadhajtások vannak, és ma körülnézünk a modellek között. Írtunk egyébként egy könyvet, a Bogár Nikoletto volt top modell, aki nálunk PhD hallgató az intézetben, és korábban anorexiában szenvedett gyerekkorában, nagyon súlyos anorexiában. Vele írtunk egy könyvet, Niki, ezt átélte, és interjúkat csinált pályatársaival, több modellel, és hát ott borzasztó szövegek bukkantak fel. De mert ugye a modelleknél az elvárás, ugye, hogy napi egy almát tegyen. De igen, ebből a külső elvárásból belső elvárás, belső késztetés is válik, vagy pedig ők eleve hajlamosak voltak arra, hogy így büntessék magukat? Hát igazából itt mindenféle előfordul az is, hogy valakiben mondjuk anorexiás hajlam van, és mindig vigyázott magára, hogy ne legyen egy cseppet sem túlsúlyos, és egy ilyen vékony lányt könnyen alkalmaznak a modell szakmában, hogyha a megfelelő méretekkel és külsővel rendelkezik. És hát az is előfordul persze, hogy az ügynökségek nagyon keményen szabályozzák a színpadra vagy a kifutóra léphetésnek a feltételeit, és például kiderült, hogy egy modellánynak a minimális magassága 175 centi szokott lenni, és a csípőkörfogatala nem lehetett több 90 centinél, ami hát eleve egy bizarr. Hadd mondjak egy és ez a csípő, nem a derék. A csípő, az igen, az csont, az tehát ott is azért nehéz. Van egy ausztrál ismert modell és színész, Ellie MacPherson, akinek a beceneve a test, the body, ez a beceneve. És engem is így hívnak. És ő 183 centi, kebel szélessége az 90 fölött, és hát olyan dúskeblű, és a derék körfogata 60 centi, és a csípő mindössze 89. Ráírok bélben. Tehát egy kicsit van atléta ideál, tehát felül szélesebb és keskenyedik. Na most az, hogy egy ilyen női alkat megjelenjen a való életben, annak a valószínűség 1-200 000-hez. Tehát, hogyha egy ilyen minta válik dominánsá a kultúrában, az valami torz dolog. Tehát miért nem egy átlagos nőt, aki között vannak, tehát karcsúak vannak, átlagosak, vannak karcsúbbak, és így tovább, és ne ez az egyenkarcsúság legyen a döntő, ez rendkívül fontos lenne. Ezt próbálják egyébként szabályozni, nem nagyon sikerül egyébként, bár hoztak Franciaországban olyan szabályt, hogy nem léphetnek fel a kifutóra 18-as vagy 18 és feles testtömegindex alatt, ez a határ nőknél a normális testsúly tartomány alsó határa, de ezt azért úgy átrázzák időnként az ügynökségek. Niki is mesélte, hogy egyszer, amikor Madridban volt, akkor meg kellett innia egy negyed órát 5 liter vizet, hogy a súlya elérje azt a minimumot, hogy színpadra. És hogy kifutóra érjen, mert nem bírom tartani. Hát ez borzasztó, mert ennek vannak veszélyei. Tehát a vízmérgezés például az egy orvosi probléma lehet. Igen, ezt is, bocsánat, kevesen tudják, igen, hogy a víz, tehát, hogy a víztől is válhat függővé valaki, és az ion háztartást, ez teljesen igen. És hát egy érdekes példa egyébként, ezt vízaddikciónak hívják, az, hogy valaki rengeteg vizet iszik. Például szociális otthonokból írta le egy, otthonokban írták le azt a jelenséget, hogy ott a gondozottak, akiknek nincs pénzük, nincs jövedelmük, nem tudnak extra élelemhez hozzájutni, nincs alkohol, stb. Ők a vízre szoknak rá, és ilyen vízfüggők lesznek. És hát bizony ennek lehetnek veszélyei, mert a vízmérgezés az tényleg ionháztartásbeli botrányhoz vezethet. Uh-huh. És ugye, tehát hogy ugye az anorexiáról már szó esett, ugye, aminek a lényege, igen, hogy nem viszel be kalóriát. Igen. Igen, az egyik lényege az, hogy valaki sovány, tehát ez látszik. Igen. A másik pedig az, hogy elhízás fóbiája van, ez nagyon fontos. Tehát nem csak azért nem eszik, mert Istenem, nincs étvágya, hanem fél attól, hogy elhízik. És testképzavara van, ez a harmadik alaptünet, ami azt jelenti, hogy kövérnek érzi magát akkor is, hogyha 30 kiló. És ez borzasztó, tehát egy 33 kilós betegen mutatta még az elején annak idején, amikor ezzel kezdtünk foglalkozni, a hasán a bőrt, hogy nézzen meg, hogy milyen hájas. Hát nem volt hájas. És ez a legrosszabb, hogy a betegség tudat
teljesen hiányzik, hogy van ez a régi vicc, hogy a doktorhoz elmegy a beteg, hogy doktor úr, hát én szexmániás vagyok, és majd akkor rajzol neki a doktor egy négyzetet, hogy mit lát a képen, cicit, akkor rajzol neki egy háromszöget, mit lát, cicit, akkor rajzol neki egy hatszöget, mit lát, cicit, és mondja, doktor, hát az a rossz hírom, hogy maga tényleg szexmenő. Én vagyok a szexmenő, maga rajzol nekem cicit. és gondolom, ugyanez van az anorexiás, hogy lennék már sovány, hát nézze meg, doktor úr, hát én kövér, azzal vádol, hogy én sovány vagyok, hát nézze meg. Igen. Tehát itt komoly percepciós torzulás van, tehát a saját testének az észlelése az nem normális, nem jó. Egyébként érdekes, hogy más betegeknek a test alkatát meg tudják ítélni elég helyesen. Tehát azt látják, hogy a szobatársuk egy ilyen részlegen bizony nagyon sovány, de én rendben vagyok, és engem hagyjanak békén. Tehát a betegségtudat hiányzik. Ami rendkívül fontos, mert hát ez a betegségnek egy tünete, hogy nincs betegségtudat. De ezt nem kérhetjük számon a betegen. Ezt azért mondom, mert sok orvos, sajnos még manapság is, vagy akár pszichológus, és eljut oda, hogy azt mondja, hogy én nem tudok ezzel a beteggel mit kezdeni, mert ő nincs betegségtudata, menjen haza, és hazaküldik 30 kilósan, tudok erre. De ezt pszichológusok, vagy pszichiáterek küldik haza őket, vagy belgyógyászok? Tehát, hogy ugye milyen orvos elé kerül 30 kilósan valaki, hát megnyilván annak komoly testi tünetek? Rendkívül fontos kérdés, és nagyon gyakran az van manapság, hogy hányódnak a belosztályok és a pszichiátri osztályok között ezek a betegek. A belgyógyászaton azt tudják mondani, hogy jó, hát nincs szervi elváltozás, egyen, ezt menjen haza. Vagy menjen a pszichiátri osztály. Ez egyébként pszichiátri betegség. Tehát ez pszichiátri betegség, és itt sajnos nem tudunk mit kezdeni belgyógyászati gyógyszerekkel. Én azt szeretném, ha lehetne kezdeni, mert az lenne a legegyszerűbb, hogy gyógyszert adunk, és akkor felhizlaljuk, és így tovább. Itt az étvágygerjesztők csak az ellenállás fokozzák, ez műhiba, tehát itt semmit nem segít az étvágy. Ugyanis étvágya van a betegnek, csak ezt lenyomja, letapossa, és ez a baja, mert fél attól, hogy elhízik. Tehát egy megvonásról beszélünk, hogy önmagamtól megvonom az ételt. Igen. De én egy pillanatra visszaugranék, tehát, hogy akkor étvágy és éhségérzet. Az van. Van, meg adott esetben sóvárgás is. De... Csak megtanulják elnyomni, és egy idő után már nem is éreznek éhséget. Gondolom a vércukorszint is beáll egyenletesre, tehát nincsenek. Meg összeszűkülhet a gyomor is, gondolom. Hát megvannak a testi következmények, mindenféle lelassul a szívműködés, a púzus lemegy akár 45 alá, de ez már pacemaker indikáció, tehát hogyha nagyon lassú a púzus, ott aztán szóba jön az, hogy pacemakert kellene beültetni. Én hallottam 33-as púzusról is, ami hát akut kórházi felvételt igényel. Ez egy 30 kilós nőt, akinek 30-50 születpercet. Tehát ez azért borzasztó, hogy a vérnyomás lelassul, minden a testhőmérséklet is csökken, kiszárad a bőr, stb. Tehát a testi tünetek megvannak, nyilván a belső szervek is egy kicsit sorvadásnak indulnak, még az agytérfogat is picit sorvadásnak indul. Ezek egyébként visszafordulhatnak, ez a jó hír, hogyha rendeződik az anorexia. Hát akkor... meg a menstruáció, tehát a nőgyógyászati kérdés. Igen. A menstruáció kimaradása, a meddőség alakulhat ki. Tehát visszaállhat a hormonháztartás is, ez jó, de nyilván az a volt anorexiások között azért magasabb az aránya a terméketlenségnek, a későbbi terméketlenségnek, tehát azért erre is oda kell figyelni. Ami egyébként végleges pusztulást szokott jelenteni, az a fogak állapota, mert hogyha valakinek leromlik a foga, hát itt is az alultápláltság ennek az oka, meg könnyebben elromlanak, hát ott csak a fogpótlás segít. Úgyhogy ez az anorexia. A bulimiásoknak, hogy a másik alapvető evészavarra térjek át, pedig az jellemző, hogy félnek az elhízástól ők is, de időnként elszakad a cérna a túlkontrollálás végén, és akkor leeszik magukat. Általában nőkről van szó, egyébként ezek a klasszikus evészavarok, az anorexia és a bulimia nők körében gyakoribbak, 10-szer annyi nő betegszik meg, mint férfi. Egyébként az utóbbi évtizedekben egyre több férfi beteggel is találkozunk, ennek az lehet a magyarázata, hogy a férfiak körében is terjed a karcsúság ideál. Tehát igazából ezt is egy piac mozgatja. Most visszaugranék csak annyira, hogy amikor az 1800-as évek végéről beszéltünk, hogy ugye elindítja egy
egy külső igény azt, hogy én karcsú legyek, hogy beágyazzunk egy olyan átlagot, ami egyébként nem az átlagtestet jellemzi, és mindenkit lefogyasztunk, tehát piaca lesz annak, hogy egy új külsőt generálunk egy testnél, és hogy ez a nőknél volt, vagy nőknél talált nagy igényre, és az utóbbi években generáljuk ugyanezt a férfiaknál? Igen, ez egy érdekes tendencia, és nagyon szomorú tendencia is, mert korábban a férfiak testalkatára az volt a vezére, hogy faruhelyen, hogy 100 kiló alatt egy férfi, nem férfi. Igen, nem ember. Norbinak a csimpánz csöcs. Ja nem, ő meg túltolta ezt, hogy a fölött meg már disznó, tehát ott igen. Vagy az, hogy elég, ha a férfi egy fokkal szebb az ördögnél, és akkor már rendben van. Most meg ránk borítanak évente 4 szuperhős filmet, és csak nézzünk, hogy milyen izmosnak kéne lenni. És hogy emögött a piacnak mekkora szerepe, az tényleg fontos. Itt van a férfi kozmetikumok ipara, vagy a fitness mozgalom, lehet mozgalomnak is nevezni, aminek egy része az egészség fenntartása, a másik a testkülsőnek a megváltoztatása, a harmadik meg valamiféle kényszer a testnek a kontrollálására, a túlhajtott kontrollálására, tehát ha valaki azért teker 2 órát egy szobabiciklin, hogy 50 dekát veszítsen egy hét alatt, és nem az, hogy most frissnek érezze magát, és könnyedén felszaladjon a második emeletre, akkor más a célja ennek. És ezt nagyon kihasználják természetesen, érthető módon, hát ennek van piaca, a fitness tervek, és amikor 30-on tekernek szobabiciklin egymás mellett egy teremben, az egy kicsit ilyen faranszter jelleg. De én ezt tudom, milyen ez, mert én is nem tudom, én híve vagyok az ilyen kimerítő kardió edzéseknek, amit az ember azért csinál, hogy hosszú távon energikusabb legyen, meg erősebbek legyenek az izmai, nagyobb a tüdőkapacitása, hogy föl tudjon szaladni a lépcsőn, de nem tud fölszaladni a lépcsőn, mert aznap már edzett és fáradt. És teljesen kontraproduktív. Egy hét múlva már éreznéd, hogy friss, hogy kipihented magad, de addig leépül az, amit fölszettél. Igen, és hogy ez mennyire elszokott a természettől, mindig az jut eszembe, amikor látok ilyen kintől az utcáról ilyen fitness termeket, ahol sokan tekernek szobabiciklit, hogy a kifinomultabb szobabiciklin már a dőlésröget is lehet változtatni, az ellenállást az természetesen, úgyhogy elképzelem, hogy a legkifinomultabb szobabiciklin de némi esőpermet is van, és görögyök, és némi kutyaürülőt. Én azt várom, hogy egyéb közlekedési formák is megjelennek a nappaliban, mert a szobarobogó fel lehessen szobavillamosozni. Én egy helikopterre vagyok. Egy szobahelikopter. És akkor az embernek eszébe jött, hogy oké, de hát ott miért nem ki kellene lépni, miért nem az utcán, miért nem ott a... Igen. Járdán, vagy a réten, vagy az erdőszélen futkosnak, és miért ilyen művi körülmények között. Tehát itt a piacnak szerepe van tényleg ezeknek az alakításában. És olyan érdekes, hogy azt mondjuk, hogy nő ugye a kóros soványak száma, akár anorexia, akár bulimia következtében, de ugyanígy nő az elhízottak száma is. Igen. És igazából egyik sem út a boldogsághoz. Tehát, hogy így nyílik szét az olló, és ez azt jelenti, hogy valami tényleg nagyon nincs rendben a fejemben. Így van. Hát az elhízás a másik alapvető népegészségügyi probléma. Tehát az, hogy az elhízás aránya, ami a civilizációs ártalmak között természetesen fontos szerepet kap, mert nagyon sok belgyógyászati betegségnek a kockázati tényező az elhízás. Cukorbetegség, anyagcserezavarok, érelmeszesedés, kardiovaszkuláris, nyűgök, stb. Ha már itt szóba került az ugye, hogy kontrollálom a testem akár a fitnesszel, akár azzal, hogy nem eszem, akár azzal, hogy hánytatok, ez egy kulcsszó az evési zavarokban, ez a kontroll. Igen. Azt szokták mondani, hogy az evési zavarok ugyanúgy, mint az alkoholizmus, a kontroll zavarnak a megtestesítői. Az anorexiások túlkontrolláltak, nagyon keményen tudják tartani a alacsony testsúlyukat, és ellenállnak az evésnek. A bulimiások tartják a kontrollt egy darabig, aztán elszakad a cérna, és akkor belekerülnek egy ilyen túlevéses rohamba, és az alkoholisták hasonlóképpen egy darabig bírják, aztán meg nem. Uh-huh. A másik, amiben meg nagyon jó párhuzamot lehet mondni, akár mondjuk az alkoholistákkal is, ugye, hogy az alkoholistáknál már hallottuk a korábbi beszélgetésekben, hogy az nem egy valakinek a betegsége,
hanem az egy családnak a betegsége, csak az alkoholista a tünethordozó, ő a legérzékenyebb, akin kijön ez az egész. És ugyanígy az anorexiának is lehetnek családi gyökerei, mint ahogy a megoldás is sokszor egy közös családi megoldás. Így van, nagyon fontos a családnak a szerepe, hogy beszéltünk is erről, hogy a családban hogy jönnek elő a történelem folyamán, a családi történelem folyamán az etetési minták, vagy az evéssel kapcsolatos szokások hogy alakulnak ki. Ezek bizony, hogyha vadhajtásokká fejlődnek, betegséget okozhatnak. Tehát az, hogy valaki kontrollálja magát, és vigyáz, hogy elnehéz, meg vigyáz az alakodra, meg szólnak a szülők a gyereknek, aki egy picit dundibb az átlagnál, akkor az ő számára kitüntetett terep lehet, és hogyha valamilyen nehéz élethelyzet alakul ki, stresszhelyzet, zűrzavar, párkapcsolati nehézségek a tizenéves korban, a szülők válási krízise, vagy egyszerűen a szülőknek a túlvédő magatartása, ami egy nagyon gyakori háttértényező a családi pszichológiai tényezők között, hát bizony ott könnyebben kialakul az, hogy akkor én most találok magamnak egy olyan területet, amit én kontrollálok, nem szólnak bele, mert úgyis én győzök, hogy mit eszem, leginkább abban, hogy mit nem eszem, és akkor kialakul egy ilyen súlyos evészavar. A bulimia is hasonló, csak ott a kihányt ételnek más jelentései is felmerülnek, például a pazarlás, tehát az, hogy valaki kihányja, vagy az agresszió, tehát az anya ételét hányja ki a gyerek, mert az anya főz, és akkor az, hogy a gyerek kihányja az ételt, az nagyon gyakran az anya elutasítása, például az anyai túlvédő magatartásnak az elutasítása, mert mindig bekopognak, szólnak, és itt ellenőriznek mindent, belenéznek az SMS-eibe, a titkos naplójába, és így tovább. Volt olyan betegem, aki naponta 4-5 órát ült a WC-n. Ott hagyták békén. És akkor... Ez igen, mikor nekem megszülettek az ikreim, akkor sokat mondtam. Tehát gyenge testképzavarom. Igen. És mitől alakul ki maga a testképzavar? Mert azt gondolom el kell választani, hogy a testképzavart attól, hogy milyen függőséget, vagy milyen zavart választok magamnak, milyen evészavart. Tehát, hogy... Egyáltalán te választod magadnak igen, az evészavart, vagy az evészavar igen, választ téged? Jó kérdés, valószínűleg tyúk vagy a tojás probléma, tehát, hogy ha valakiben van valamilyen kockázati tényező, többfajta kockázat van, akkor egy pici inger, vagy egy pici hatás elindított egy lavinát. Mondok például... Akár egy mondat, egy szülő? Hát akár az is, tehát egy szülői megjegyzés, hogy azért vigyázz egy picit elnehéz, ennyi. Egy mondat, és akkor ott megmarad a lányban, hallok ilyet a terápiák során, azt mondja a lányom, szólt az edző, most van egy ilyen betegem, szólt az edző, hogy ugye táncolni jár, vagy ilyen tánc edzésekre, vagy tánc próbákra jár, és akkor az edző, vagy a tánctanár, már nem tudom mit mondjak, szólt neki, hogy azért ne vigyázz, mert 39 kiló az mások. Aztán. És akkor a gyerek vigyáz, és este nem eszik, és aztán, ha erre még rárakódik valami, mondjuk családi feszültség, akkor nagyon könnyű belesodródni. Ugye, hogy lehet valakiből evészavaros csinálni? Mondok néhány kockázati tényezőt. Az egyik az, hogy legyen lány, mert hogy lányok között 10-szer olyan gyakori. Legyen a nyugati civilizációhoz tartozó kulturális hátterű, mondjuk Magyarország, vagy Nyugat-Európa, vagy Észak-Amerika, mert ott gyakoribbak. Aztán legyen tizenéves, mert a tizenéves kor a legnehezebb, sok szempontból a függetlenség kialakulása, a párkapcsolatok elindulása, a pályaválasztás kezdeménye és a többi. Aztán legyen érzékenyebb valahogy a stresszekre, vagy a rossz hangulatra, a depresszióra. Ennek családi genetikai gyökerei lehetnek, ezek genetikus hatások. És hát ha olyan kulturális környezetben él, akkor ezek a karcsúság ideát terjesztő minták sokkal érzékenyebben érintik őt. És könnyebben észreveszi azt, hogy minden modell vékony, akkor én is vékony akarok lenni, és hagyjanak békén azzal, hogy most megegyem a mákos tésztát, mert nem kell. És ha erre jön még egy családi stressz tényező, akkor ez összeadódik, és ha valamit jelezni akar a családban a gyerek, hogy valami nem kerek nekem, valami kényelmetlen. Például az, hogy a szüleim nagyon feszült viszonyban vannak egymással, vagy az, hogy az édesapám
több alkoholt fogyaszt, mint az kényelmes lenne a családi együttélés számára, és így tovább, akkor jön egy ilyen jelzés, ami manapság nagyon könnyű. Egy nyugati civilizációban élő tizenéves lány esetében, akinek esetleg az ősei átéltek ilyen olyan zűrzavart a világháborúban, és a étel kitüntetettebb helyet kapott az életében, mint mások. És akkor, ha erre jön még egy pici hatás, akár egy megjegyzés, akár a kortársak csúfolódása, akár a szülőnek a megjegyzése, akkor az is elindított egy ilyen lavinát. Beszélgetésünk Túri Ferenccel sokkal izgalmasabbra, tartalmasabbra és hosszabbra sikerült annál, hogy megpróbáljuk egy adásba belesűríteni, azonban nekünk is vannak kereteink. Így a beszélgetés második felét a testképzavarról és az evési zavarok gyógyításáról a következő epizódban hallgathatjátok meg. Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Töltsd velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is. Szia!